Nyíregyháza város önkormányzata hagyományosan minden évben jótékony célra ajánlja fel a város bevételének egy részét. Az idei évben a teljes tombola bevétellel a kórházakért közhasznú alapítványt támogatják. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere elmondta, attól függetlenül, hogy nem az önkormányzata fenntartója a kórháznak, az kiemelten fontos számukra, amiben csak tudják, támogatják az intézményt. Nyíregyháza város bájának a bevételét mindig jótékonysági célra fordítjuk. Az idén a kórházi alapítványnak adjuk, ez 2 millió forint lesz, amiből 10 darab olyan tolókocsit tudnak beszerezni, ami segíti majd a betegek elszállítását a gépkocsitól az illetékes osztályig, és ez egybe fog esni az érkezés az új parkoló elkészültével. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy régóta szükséges hiánypótol. Egyrészt, másrészt pedig abból a szempontból széleskörű felhasználása lesz, hogy ez a kórházi osztályok többségét érinti majd. A kórházat rendszeresen segítő vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület is hozzájárult az adományhoz. 300 ezer forintból egy lézerkészüléket vásároltak a kórház számára, amelyet a rehabilitációs ellátásban használnak majd. A kórház főigazgatója kiemelte, a betegszállítókocsik egyedi fejlesztések, Magyarországon ilyen típust még nem gyártottak. Hozzátette, a prototípus gyártása február végére várható. Ez le lesz téve a kórháznak a bizonyos területén. Hasonló módon egy rakásolható kocsik lesznek, tehát egymásba lehet tolni majd. Hasonlóképpen egy bevásárlóközpontban lévő, hogy mondjam, bevásárlókocsikhoz, azonban ez egy többfunkciós, és egy olyan specifikációt állítottunk, hogy többfunkciós kocsi lesz, ahol nem csak a beteget lehet beültetni, hanem akár a csomagját is hozzá lehet tenni, megfelelő biztonsággal lehet tolni, fékrendszerek vannak benne. Az adományozás itt nem ér véget. Mónus József, többszörös világbajnok íjász, egy értékes íjat ajánlott fel a kórház részére. A kézzel készült honfoglaláskori fegyverrel február 21-től lehet licitálni az intézmény Facebook oldalán és honlapján. A kikiáltási ár 50 000 forint.